Új menetrend lépett életbe Jászberényben a helyi közösségi közlekedésben januártól. A buszjáratok átszervezésére a folyamatosan csökkenő utaslétszám miatt volt szükség. A változtatás előtt mi kértük a lakosságnak a visszajelzéseit. Tehát egy kérdőív került kiadásra tavaly ősszel, amelyben kérdeztük a város lakosságát, hogy hogy áll a tömegközlekedéshez, és mik az igényeik, és mit szeretnének, hogyha fennmaradna a jövőben. Ennek ismeretében és nyilván szakemberek vizsgálata alapján került összeállításra az új menetrend. Az utaslétszám drasztikusan csökkent az elmúlt években. Míg 2016-ban 168 ezeren utaztak a helyi buszokon, addig 2020-ra ez a szám 35 ezer volt. Közben a város által fizetett ellentételezés mértéke folyamatosan növekedett. A képviselőtestület januári ülésén hagyták jóvá volánbusszal megkötött közszolgáltatási szerződést. Eszerint idén 42 millió forintos támogatást irányoztak elő a tömegközlekedési vállalat számára. Az előzetes tárgyalások alapján már ez alapján határozták meg az idei menetrendet. Ez az új menetrend, ez egy ütemes, egyvonalas menetrend, ami azt jelenti, hogy az autóbusz járat egy adott időpontban, egy adott helyszínről elindul, és végigjárja a város szinte minden területét, és visszaérkezik ugyanarra a pontra, majd ez ismétlődik, tehát ütemesen zajlik, könnyen megtanulható, könnyen megjegyezhető. A korábbi évek menetrendjéhez képest annyi változás és előny van ebben, hogy a hétvégékén sokkal kevesebb járat volt a korábbi években, most ugyanannyi, mint hétköznap. Mindezen túl átszállás nélkül jobban elérhetővé váltak a különböző városrészek is. A menetrendet előzetes felmérés alapján készítették el és hagyták jóvá. Ennek a menetrendnek a kialakítása egy közel egy éves előkészítő munkafolyamat előzte meg, amelyben a Jászberény Városi Önkormányzat által létrehozott munkacsoport vett részt aktívan a városgazdálkodási osztály kollégáival és az önkormányzat képviselővel közösen együttműködve. A lakossági igényeket kérdőívekkel mérték fel, illetve a volán szakembereivel, buszvezetőivel is folyamatosan együttműködtek, tette hozzá az osztályvezető. Ennek ellenére januárban érkeztek panaszok az átszervezett közösségi közlekedéssel kapcsolatban. Két helyszín volt, ahol problémák jelentkeztek, amit azonnal próbáltunk orvosolni. A Jászberényi Tankerületi Központ jelezte, hogy a vidékről érkező diákoknak nehézkessé vált eljutni a Szent István körúti egymi intézményébe, valamint a hűtőgépgyári lakótelepen lakó középiskolások reggeli iskolába járásához nem volt megfelelő járat. A jelzés után a Szent István körútra a reggeli és délutáni órákban egy plusz járatot iktattak be. A hűtőgépgyári diákoknak pedig a lakótelepen megálló helyközi járatok igénybevételét javasolták. Pontosan azért, mert sokan nem ismerik az új menetrendet. Sokan nem tudják, hogy ez a menetrend miképpen pótolható más járatokkal, és hogyan tudják megoldani a városba való eljutást. Ezért minden postárdában napokban eljuttattunk, és eljuttattunk egy tájékoztatót, amelynek segítségével mindenki megtalálja azt a buszjáratot, amivel, ahogyan eddig is, a jövőben is tud közlekedni. Az új menetrenddel kapcsolatos észrevételeket továbbra is várják a hivatal szakemberei, hogy a jelzések, illetve a tapasztalatok alapján dolgozhassák ki majd a következő évre vonatkozó közszolgáltatási szerződést és a lakosság igényei szerint a menetrendet is.